Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok! Hú, jön egy játék, amely az Observer címre hallgat. Azt kell, hogy mondjam, hogy zseniális, nemrég próbálok belőle egy ki kászálódni. Fú, nagyon durva volt. A játék augusztus 15-én jelenik meg, és nem egy A kategóriás stúdióról beszélünk, meg nem egy nagy stúdióról beszélünk itt, akik fejlesztették a játékot, de egy olyan Tripla A kategóriás játékot raktak az asztalra, amit évek óta nem tapasztaltam. Szóval horror, thriller, cyberpunk keverékei euh, mixelve vannak ebben a játékban, egyszerűen fantasztikus kivitelezésben. Honnan is indul a történet, és amiért euh, ráakadtam és kértem egy kulcsot a fejlesztőktől, az Uh, egyszer, először is az, a, a, név fogott meg, akinek a bőrébe játszhatunk, uh, kérem szépen. Szóval Radger Hauer a főszereplőjének a játékban, az ő bőrébe bújva játszhatunk, és hát aki ismeri Radger Hauer-t, tudja, hogy őtől nem idegen a Cyberpunk um, film, Uh, téma, és talán az egyik leghíres, nevesebb szerepe neki a Blade Runner-ben, vagyis a szárnyos fejvadászban volt, és amikor először láttam ennek a uh, játéknak a trailerét, és megláttam, hogy Radger Hauer van benne, azt, és, és, az egész cyberpunkos környezetet, és azt a világot, amit megvalósítottak ebbe a játékba, helyből, helyből eszembe jutott a szárnyos fejvadás, is és, uh, és Konkrétan a környezet, amit így beleraktak, majdnem biztos vagyok benne, hogy maguk a készítők azok em, innen ismerítettek ötletet, tehát magából a filmből ismerítettek ötletet, és mint mondtam azért Radger hauer nem állt távol ez a poszt-apokaliptikus eh, filmekben való eh, szereplés, és szájborgok, és a többi. Na minden szóval így mi megláttam, és láttam ezt a világot, mondta, úr is ne, ez a szárnyas fejvadásznak egy ilyen kiterjesztett, kicsit akcióra alapozott, némi thriller elemekkel ellátott ö, játék lesz, hát nekem ezt, ezt, ezt be kell mutatnom nektek. És ö, mit nem, az az Isten kaptam egy kódot, hála jó ének, és akkor ú, na, hát ebbe belevágok. És rögtön a a téma nagyon megadja a hangulatot, a környezet helyből megadta a hangulatot, kiderül Radger Hauerról, ezre, ezzel nem lövök le semmilyen poént, um, kiderül Radger Hauerról, hogy um, ő egy rendőrféleség, obszervernek hívják magukat, amit tesznek, távol jövőben játszod a játék, ugye, amit ők tesznek, képesek rácsatlakozni az embereknek a neuroimplantjaikra és ezáltal kinyerni az információt, amire szükségük van. Természetesen ez némi hátulütővel is Jár, a um, hogy is mondjam a kérdezőfél, kérdezőfél uh, számára is a testére és um, uh, emiatt különböző gyógyszereket kell szedni. Na mindegy, nem, nem, nem is ez a lényeg. Szóval uh, alapvetően a játék megad egy ilyen hangulatot és kiderül, hogy végül nem egy akciójátékról van szó, hanem az egész átcsap egy überállat. Horror Survivor, thriller elemekkel, hanghatásokkal, egyszerűen mind, mindennel, am egyszer, kell egy horror játékba. Számtalan helyről táplálkozik ez a játék, és ettől től is uh, zseniális, és uh, ugye, hogyha, hogyha veszük ezt, ezt a, fajta, ezt a szárnyos fejvadásféle világ, világot, amit megvalósítottak, talán hozzáadva némi émi uh, amnézia, aki emlékszik meg az amnéziára, ez, ez a szűk folyosós, uh, bujdosós szerűségről, belerakva ezt egy fantasztikum um, környezetben, a cyberpunk világba, Csak a, a, a jelenet, amit itt láthatok a játékban, ez konkrétan a, egy a, lakóház köré van épülve, oda mész a lakóházhoz, mert hogy a fiad hívott téged, és oda mész a lakóházhoz, és találsz egy testet, ami le van fejezve, és nagyon úgy néz ki, hogy az a fiadnak a, a holteste, és valami történik, Uh, és egyszer lezár, uh, a, egy rendszer, biztonsági rendszer lezárja az egész lakóházat. És elkezdett egy, egy nyomozás és horror szövel. Tehát nem egy akció lett a vége, hanem egy átcsap egy ilyen ÜBER uh, uh, horror thriller survivor féle játékba, ahol ki kell nyomoznod, tehát konkrét ebben a jelenetben, amit látok, ki kellett nyomozni, hogy mi történt a fiaddal, és milyen kapcsolatai voltak, és a végén um, eljutni a gyilkoshoz, és mindezt megspékelve a nyomozást, megspékelve azzal, hogy a holttesteknek a neuroimplantjaira rácsatlakozol, és kideríted, hogy, hogy um, mi folyik, mi zajlott, vagy mit láttak, mit tudtak meg, kivel álltak kapcsolatba, és mindezt ugye úgy próbálják megvalósítani, mintha a pszichében volnál, az egy másik ember pszichében volt vagy, vagyis nem, hogy csak volnál, tehát konkrétan nem egy másik ember pszichében, és azt egyszer annyira zseniálisan oldották meg, tehát az a programozási munka, ami e mögött, a játék mögött van, mert hogy ilyen posztapokaliptikus világot, igen, ezt ez, ez lehet csinálni, ez, ez wow. De a, a, a fantázia, ami, amit beleültetek abba, amikor nyomozol egy másik ember pszichéjében, az egyszerűen zseniális. Az apró nyomok, amiket figyelni kell, hogy ki tud jutni a pszichékből, nem túl, nem túl kombinált puzzle darabok vannak az egész játékban, hanem egyszerű, de mégis kihívás, és és hogyha hogy a játék eléd is teszi, meg nem is, tehát egy kellemes középúton megtartva, ha nagyon elvesznél a labirintusokban, mert, mert az egész játék, mint a a valódi világ, mint az emberi psziché, egy némi labirintusnak van megoldva, és hogyha éreznéd, hogy kezdesz el elveszni a játék, dob eléd a nyomokat, amit idővel, időről, időre kezdesz észrevenni, és kezded megtanulni a játéknak azon nyomait, ami kisegít a nyomozásban, de egyszerűen fantasztikum, hogy uh, mit adtak elő, és a játék nem überiesztő, hanem chill, tehát ez a chilling feeling van benned, ez a borzongás van folyamatosan benned, és majdnem százszerzékra biztos, mivel hogy van ugye természetesen egy gyilkos és egy virtuális gyilkos is, mondjuk így, nem is gyilkos, hanem inkább szörn. tehát az, ezeket az elemeket majdnem biztos, hogy a, a nemrég megjelent ugye új Alienből uh, um, Isolationből vették át a különböző kis ilyen bujkálos horror elemeket, mert egyszerűen a KB ugyanúgy van megcsinálva a játéknak, de egyszerűen a, 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 világok, amiből táplálkozik, az egyediség, amit hozzáadtak a készítők le, le a kalapon. Nem szoktam elfogult lenni egy játékkal kapcsolatban, de ezen a játékon úgy megyek végig, és úgy mentem végig, hogy hogy ilyen az állam folyamatosan le volt, és így a nyitott szájjal ültem a képernyő előtt is, azt a kurva, tehát fantasztikum, öm, ö, ahogy kivottál. Tényleg, ha szeretitek a, a horrort, akkor ez az idei év kötelező játéka. Tehát, öm, mit szerettem volna még mondani? Ja, igen, na most ugye nem támogatja a magyar nyelvet, nincs hozzá magyar fényre, de nem kell igazából ettől megijedni, mivel, hogy a téma annyira letisztultan viszi a játékot, hogy az is megérti, aki nem feltétlenül beszél jól angolul, hanem csak szereti a csilt, a borzongást. Mm. Nem kell túl jól beszélni angolul, mert a játék igyekszik megadni neked a, azokat a nyomokat, amelyeket követni. És amint ráérzel egy kicsit, a, a, a játékra már is nem lesz probléma az angol nyelv. Mindazoknak, akik viszont értik, jobban értik az angol nyelvet, akkor az, azoknak azt kell mondjam, hogy Hát uh, Radger Hauer ugye hangja, és a, a szövegek, és a párbeszédek, amelyeket beleraktak, um, némelyiket tényleg erre a szárnyas fejvadás feelingre utal, hogy így nem, tovább kell gondolod néha a, a párbeszédeknek az értelmét, hogy lásd bennük a, a sötét humort, uh, konkrétan az, az abban számtalan van, és nem, nem ez a ledegradált... Um, pár beszélt, hogy ide kell menni, iszkével, ezt kell törni, hanem, hanem tényleg valami több van benne, és Howard fantasztikus hangot adott em, ennek az egésznek, és egyszerűen zseniálisan valósította meg ezt a karaktert. És akárki írta a párbeszédet a karaktere számára, az nagyon-nagyon-nagyon jó munkát végzett, azt kell mondjam. Semmi sem egyszerű a játékban, de semmi sem túl nehéz. És a párbeszédek egy kellemes szórakozást nyújtanak, és, és ebbe a világban az. Egyszerűen le, le a kalappal, amit te. már ne, nem tudom már hova magasztani a játékot. Az Observer az idei, tehát számomra az idei év horror játékat. Még az újonnan megjelent Hellblade-en is túl, túlmutat témán, környezeten és, és fantázián, hogy őszinte legyek. Pedig azért a Hellblade sem kutya, tehát a, a, valami kapott pozitív kritikákat manapság az ugye a Hellblade. És tényleg az is egy fantasztikus játék, fantasztikus témával, fantasztikus környezetbe rakva, de csak ugye a Hellblade több, egyszerűen több figyelmet kapott, több pénz is áll mögötte, de azt kell mondjam, hogy az, tehát az Observer számomra túl tesz akár a Hellblade-en is. Tehát az idei év horror, thriller, cyberpunk adagját az ember ebbe a játékba megkapja egyszerűen tényleg zseniális rácok. Ha tetszett a videó, tetszett a bemutató, dobjatok egy lájkot, like találjátok meg Facebookon, Twitchen, szoktam livestreamelni, Úgyhogy hát a következő videóig, bemutatóig, akár még köszönöm a figyelmet, sziasztok!